A szegedi labdarúgás születésnapjához kapcsolódóan a szegedma.hu az idei esztendőben is átadta hagyományos kitüntetéseit. A szegedma.hu internetes portál az 5. éve, hogy létrejött, és 4 évvel ezelőtt, amikor már indult az újság, akkor a elkötelezett főszerkesztőnk, a Pintérem Lajos, aki a sport iránt, futball iránt elkötelezett értője is, ő javasolta ezt abban az időben, amikor még a, most úgy mondom, koraiban hevert a szegedi foci. Az új szegedi kis stadionban a veterán labdarúgók izgalmas mérkőzései után megrendezett ünnepség Nógrádi Tibor az MLS területi igazgatójának felvezetésével indult. A díjakban nem csak a múlt megbecsülése fontos, az nyilván nagyon fontos, és a díjazásnak az egyik célja, hanem az, hogy a jövő az a múltból fakad. Tehát a szegedi labdarúgás, hogyha egy hasonlattal élnék, egy olyan fárhoz hasonlíthatnánk, aminek a lombozatát többször levágták, többször került végveszélybe, de mivel ezek a díjazottak egy olyan erős gyökeret adtak, egy olyan erős múltat adtak ennek az intézménynek, hogy biztos vagyok benne az, hogy újra növeszti a koronáját, újra szép lesz, újra virágba borul, és a gyümölcsét is meg fogja hozni. A szegedi labdarúgás díszpolgára címet 3 egykori szegedi tréner Kovács Ferenc, Himer István és a tragikusan fiatalon elhunyt Kasszás Gábor kapta meg. Kovács Ferenc mesteredző, a magyar labdarúgó válogatott egykori szövetségi kapitánya 1989 és 1990 között volt a Szeged SC trénere. Amikor hívtak, első szóra jöttem, még nem tudtam, hogy kitüntetés lesz a vége, csak az, hogy Szegeden a szegedi barátaim és a szeged labdarúgás hív, hogy jöjjek le. És most, miután a kitüntetést megkaptam, talán egy csodálatos jó érzés, hogy emlékeznek az ember. Egy rövid időt tudtam itt dolgozni, de mint játékos nagyon sokszor, még egy jó Szeged ellen játszottam itt, sajnos már azok a játékostársaim nagy része már nem él, Isten nyugosztalja őket, de én nekem ez a város mindig a szívembe volt. A szegedi labdarúgó utánpótlásért díjat Protics Sándor edző, a szegedi labdarúgást jövőjéért elismerést a 14 esztendős Nagy Zsombor érdemelte ki, míg a külön díjat Brinszky Adriánnak, az UTC NB1-es futsal csapat edzőinek ítélte a szegedma.hu hírportál, valamint az együtt a szegedi labdarúgásért szurkolói mozgalom.